Na szevasztok, újra ez itt a KTN Gaming, én pedig Costa vagyok, folytatom a hobot, de mielőtt tovább mennénk, itt az inventory-ba megmutatnám nektek, hogy hát igen, így haladunk a felszedhető cuccokkal. Az látszik, hogy ugye a kardot azt eddig is tudtuk, hogy négy lépcsőbe lehet fejleszteni. A másik kettő bal és jobb oldal fogalmam sincs, hogy micsoda, ugye a játék nem igazán árulja le el, hogy ugye szöveg nincsen. Nem tudom, mire jók, de annyit tudok, hogy a térképen mutogatja mindig az egyik másik ikont, úgyhogy ezt majd felvételen kívül megpróbálom megnézni őket, és egy párat összeszedegetni, hogy jobb legyen a statunk. Illetve még ami itt lényeges, amit észrevettem, hogy ugye ezek a cuccok, amiket tudunk kitanulni, és azt mutatja, azt már tudjuk, hogy ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab hiányzik, tehát 6-ot még fogunk kapni. Ugye ezeket kitanultuk, ez a fenti kettő, ez hát engem igazából nem érdekel annyira. Ja nem, pontosabban az első az még jó lehet, de ez biztos, hogy nem, ami így visszavesz valamilyen statot. Úgyhogy ennyi erről. Na de akkor folytassuk tovább. Itt ugye lementünk az előző részben egy helyre, és akkor itt kell teleportálni. Nem volt egy hosszú teleport, itt azonnal van egy kis gedvadék. Jó. Nice, amikor leesik. Igen, és akkor most ez... Nem, vissza, vissza, vissza. Nem akarok még ilyen gyorsan kijönni erről a helyről. Jó, akkor itt föl. Na, itt van egy nagyobb gedvadék, ezt nem lehet, ezt is... Azaz! Essél le a picsába, úgy. Ez itt... hát ez ott bugzott egy picit. Ez meg... Egy kicsit meg nehéz megütni, mert itt van a lépcsőn, de sikerült. Jó. Akkor ezekkel megvolnánk. Itt van egy relax pont. Hű, de szép. Jól néz ki, nagyon. Tényleg a Prince of Persia Prodigy. Leginkább annak volt ilyen grafikája, meg is stílusa. Azt mondja, hogy itt lehetne esetleg följebb menni. Óvatosan. Oké. Okay. És akkor itt... Itt hová jutunk? Ojjaj! Oké. Okay. Jó, jó. Kettő ilyen! Üzd meg a havert, nem akarod? Ezekkel csak okosan. Nem bántják egy? De bántják egymást, na az nagyon jó. Üssél egy nagyot. De a másik az most elment. De megdöglött. Most óvatosan, jó, benyomja a kumát, leüt a földre, és most lehet szúrni. Ez az. Oké. Okay. Ha, és akkor most hová jutottunk? Hát arra elég sok felé lehet mászkálni. Erre pedig... Ó, na, erre pedig van egy 10 pont. Vagy ajándék, ugye ezt sose tudjuk. 10 pont. Ugye ott lent mentünk be. Hát arra úgy nincsen sok minden. Itt van egy ilyen őzikeszerűség. Ja, itt lőtt... Ez volt az a rész, ahol kijöttünk. Azt hiszem, igen. Jó, hát oda át... mi van, ha ide átugrunk? Nem annyira szimpi. Maradjunk így itt. Itt van egy platform, ami... Hát az nagyon messze van, oda nem tudunk átugrani.
És akkor innen lehet teleportálni arra felé. Jó. Akkor mindjárt megnézzük ezt a részt, de előtte még visszamegyek. És kiderítjük, hogy ott hová lehet menni, hogyha azon a részen megyünk ki. Na-na, óvatosan. Néha vicces a kamera, ugye azt már elmondtam egy előző videóba. No. Aha, Robi. Az nagyon jó. Meg ellenfelek, nem is kevés. Aha, ez pajzsos. Ögöljön már meg az egyik legalább. Jó. Hoppá, na, ezt nem úgy gondoltam. Gyere. Az szép! Ez tényleg erősebb lett. Annak le is szedtük a pajzsát. Gyere meg. Na, ez nagyon jó, hogy bántják egymást. Hát ez így reális amúgy. Pont ütött volna, csak azt már nem tudta leütni. Na és akkor innen, mondom így, innen szerezzünk egy energiát. Ebből még, hogyha jól emlékszem, aha, kell egy. Jó van. Nem baj, azért ez már nem olyan sok. Itt nem tudunk átmenni, de valószínűleg olyan helyre jutnánk, ahol már voltunk. Jó, itt felszedegettük még a maradékokat. Jó, itt akkor ennyi volt. Ez örvendetes. És akkor szépen visszamegyünk arra a részre, itt óvatosan, ne zúgjál le, jó. És akkor itt a teleporta, át tudunk menni arra a másik nagy platformra. Ó, ott van egy olyan furcsaság. Hát, csak elteleportáltunk erre. Na mindegy, viszont itt van egy checkpoint, meg egy teleport is. Ez jó hír. És itt van egy ilyen terraformáló cucc, viszont ezt tudja, hogy nem lehet még aktiválni. De igen? Az nagyon jó, én örülnék. De! Szuper! Na mi alakul át? Legutóbb nagyon-nagyon sok minden átalakult. Legalábbis amikor ilyen helyen aktiváltunk. Hát igen, feljön megint egy komplett terület. Komoly. Ott egy pár dolog power alá került. Jó, erre viszont gyanúsan ugye nincsen. Nincsen semmi? Nincs, jó. Bár én ott azért lent látok egy-két területet, ahová lehetne menni. Nem. Lehet, hogy majd innen. Aha, ez is power alatt van. Itt viszont vannak ezek a nagy szar lila növények, illetve egy baromi nagy robot. Na, meg egy haver robot. Megjavítod és belemegy? Ó, akkor kijelölte a következő pontot, ahová kell majd menni. Na, ezt nem akarod megjavítani, és akkor bele tudnánk csücsülni. Azért az nem lenne egy utolsó dolog. Hát úgy néz ki, hogy nem. Egyáltalán erre el tudunk-e mászni? Óvatosan. Mi a szar van itt? Na, nyugi. Várjunk, most akkor...
Hát ez így sok, nem, visszamegyek. Mert ott volt balra egy út. Akkor lehet, hogy itt csak valami felvétel lesz. Nem, vagy erre is lehet menni. Ajaj. Hát, mert szerte ágazik a helyzet. Itt nem tudunk csinálni semmit. Na, mi van ezzel a rob... Most valamit ide ledobott. Jó, ott az indán, vagy a liánon, vagy azon a zöld szaron tudunk mászni, az oké. Okay. És azt is mutatja nekünk. Hát jó van akkor. Mászunk itt föl, és... Igen. Na-na! Hát most hová ugrott ez? Mi? Hogy kerültünk ide? Ja, hogy... Ja, értem. Aha, csak vált a kamera és egy kicsit furcsa volt. Jó. Akkor így itt le. Itt egy ellenfél. Milyen szurkálós. Na, kettő. Anyád. Persze egy dobáló is van azért. Csak hogy ne unatkozzunk. Kurva szádat. Bazd meg, de miért megyek bele? Na meg, dögöljön meg és adjon illetet! Na. Nem. Na, szúgy. Dögölj, ne! Itt van, volt egy élet. Szúrjál már! Jó. És majd meg. Oké, két élet. Ez már meghalt jó előbb. Jó. Szemét. Na most felbasztál. Hú, de érdekes itt. Igen, itt volt egy ilyen fura bug. Azzal mit tudunk ott csinálni? Ott szemben van egy ilyen kis kék kör. Hát azzal tudja, hogy valamit lehet. De... Egyelőre kérdés, hogy mit. Jó. Akkor erről ennyit. Igen. Itt a pálya vége. Jó, erre sincs itt sok minden, itt föl. Viszont nagyon érdekelt volna, hogy arra jobbra felé mi volt. Most már nem megyek oda vissza, mert igencsak messze van. Majd megnézzük később, vagy máskor. Egyelőre ezeket nyúljuk ki. Így. Azaz. Egy, de sokan vagytok. Ha, persze. Jussé. Hát akkor ne jussé, bezd meg. Na hát, ti már menekültök, mi? Kisgedvák. Oké, itt mi van? Hát te kell power. Ez amúgy marha jó, hogyha bekerülsz egy olyan részre, akkor automatikusan ugye így bevált ilyen kamerába, hogy látod a karit. Ugye egy-két helyen nem. Volt ott ez a csatornás rész. De általában azért ez jól meg van oldva a gamebe. Az, amikor ugrasz és néha szarul ugrik, na az annyira nem. No de. Ezt itt töljük ki. Jó. Na, itt van egy ilyen kis haver. Itt nem lehet felugrani. Itt viszont igen. Hát most nagyon sok irányba lehet elmenni. Ami nem baj.
Ez ráadásul levisz. Ó, bazd meg. Meg kicsit nehéz követni, hogy... hogy mi van meg, hogy merre kéne menni igazából. Na mindegy, hát most megyünk akkor itt lent megint. Itt van egy Robi, csak ezzel nem lehet csinálni semmit. Jó, ott le lehet mászni. Vas? Ja, hogy ezt... Mi? Most mi van? Jó, aktiválunk egy olyat, oké. Okay. Ja, és így meg... De nem áll meg végleg. Várjunk csak. Ha lehet, hogy előbb erre kell ráállni. Nézzük. Nem, hát erre hiába. Vagy... Le kell futni olyan gyorsan. Nézzük csak. Így. Futi, futi, futi. Megy, 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 megy. Megy. Jó, álljunk ide. Azaz, jó, oké. Akkor így. És ezt tudjuk húzigálni jobbra-balra, és valószínűleg ide kell húzni. Nézzük. Sokobán. Na és ez miért lesz jó? Na ide fel tudtunk jönni. Hová kéne felugrani? De mondjuk ugye nem tudunk felugrani, nem biztos, hogy sok értelme van. De várjunk, hát ezt nem... Ja, hogy erre lehet csak tolni. Aha! A fűre nem, csak... Az mit csinál? Ez hülye! ez nagyon hülye! De várj, és komolyan ott a fűbe... Ez kész. Igen, lehet, hogy ide kell. Jó, jó pillanat. Aha, ide. Igen, 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 ez így jó. Ez most kinyílt egy ilyen. Akkor ezt forgassuk. Átalakul megint egy picit a környezet. Nem is picit. Szuper. Na, akkor erre tudunk menni. Jó, de mielőtt ezt megtennénk, most hát tényleg megnézem legalább az egyik utat, amelyik itt lefelé vezethetett volna. Mert most már nagyon sok irányba nem vágom, hogy mi van. És az annyira úgy nem jó. Ez viszont ismerős. Az ismerős környék. Igen, igen, igen. Jó. Na. Ennek örülök. Ez akkor tiszta. És hát volt ez a másik utunk, ami viszont elég messze van. Oda viszont nem nézek már el. Ez tényleg messze van. Majd később. Akkor menjünk erre tovább. Lehet, hogy még se tudunk nagyon. De ezt lehet júzolni. Na. Jó, itt nem lehet felugrani. Majd lehetne, hogyha ugye azt leütjük. Akkor itt be. Na, megint egy ilyen undergroundos terület. Na. Erre nem volt szó, hogy elindulsz. Jó van, nyugi. Te is mozogsz? Nem, ez nem mozog. Óvatosan.
Jó. Na, és akkor most mi? Aha, jó. Nem tetszenek nekem ezek a platformok. Aha, ez mozog. Anyád. Oké, checkpoint. Na, tudunk fejleszteni. Na, milyen új cuccot kapunk? Még már régen volt ilyen. Fejlődik a bal kezünk, igen. Na, és most vannak ezek a kis kék gömbök. Aha. Mit azt mondja, hogy... Na, holdoljuk. Ohó! Akkor ez ilyen... Indiana Jones. Aha. Oda kerülünk, viszont... Viszont akkor az úgy miért lesz jó? Ja, hogy... Hogyha nem engedjük el, akkor ott marad, és akkor innen lehet ugrani. Hát egy idő után azért nem maradott. Na, még egyszer. Úgy. Ugorj. Ja, hogy így... Bazd meg, ezt meg kell szokni. Ne essél le! Kamerakezelés. Jó. Nem így gondoltam, de így is jó. Aha. Oké. Jó van. Alakul ez. És elsőre szokatlan. Ja, érte! Jó, ezt megúsztuk. De érteni. Na. Érteni, magyar. Jó. És akkor itt ki. Hát pontosabban nem teljesen ki, mert ez megint egy olyan terület, ami ilyen zárt, viszont itt tudunk életerőt szerezni. Megkezdjük a 8. életerőnknek a, hát hogy is mondjam, kilokkolását. Jó, ugrás. Oké, köszi. Mi? Itt is tudok ezzel valamit? Ja, hogy ezt így hú... Ohó! Hát ezzel több mindent lehet. Fel tudunk menni. Jó pár ilyen kék baszás volt amúgy a előző területeken, úgyhogy gyanítom, hogy elég sok mindent lehet most már nézegetni. Igen, itt van egy teleport is. Nagyon jó. Itt van egy ilyen gedva. Ó, várjunk csak, lehet, hogy... Lehet, de most csak reménykedek inkább, hogy ez volt az a rész, amit nem fedeztünk föl. Ahová ugye nem mentem el. És lehet, hogy ez volt ez az oldala. Remélem. No de... Itt vannak ellenfelek. Ó, hát itt van ez a... Ilyen, még nem harcoltunk, csak láttuk. Akkor előbb a pici szarokat nyírjuk ki. De ne üssél már le! Mondjuk lehet, hogy ez pörög egyet és a kis szarok megdöglenének, mindegy. Ezek ilyen zavaró tényezők, úgyhogy ezeket iktatjuk ki elsőnek. Aha! Kár öröm volt. Remélhetőleg minket nem üt így meg. Bim, jaj, ezt nem így gondoltam. Na most, ha nem lehet. Ja, hogy a új képességgel kell valami, ki kell húzni a lábát. Azaz, jó.
Húzzuk ki azt is. Ne! Oké. Ez megvan. Üssél? Most már tudjuk sebezni. Ne! Vegyelj már meg! Hát, lassú vízpartot most alapon, meg lesz ez előbb-utóbb. Ezt egy kicsit elkúrtam, de dögöljél már meg, hát mennyi életelőd van. Hát ezt nem hiszem el. Hát bazd meg. Na jó. Hát, jó, na ez az. Jó van. Megjelentek ezek a kis haverok. Hú, itt viszont mekkora robot van. Hát csak a keze ekkora, vagy ez a lába. Nem szerintem ez a keze. Durva. Oké, és akkor innen... Itt X. Mi? Jó, hát itt lehet ezt föl... De mi az a... Az X. Aha. Megbabusgattuk ezt a kis valamit, és adott pontot. Ezeket nem lehet. Pontér. Na. De miért csak azt lehetett megbabusgatni? Gyere már te is. Csak ezt engedte. Na jó. Köszi, amúgy. Hát ez is valószínűleg egy robotnak a valamije. Na most ára föl, vagy ide le. Hopp. Hát erre egyelőre lehet. Aha, arra lehet jó sokat. Oké. Okay. Akkor erre menjünk előbb. Nagyon kis gedvencsek. Itt remélem csak ennyi lesz. Anyádat a virág! Na! Most már elég. Hát... Szurka piszka van. Mondjuk adnak egy csomó életerőt, azért nem annyira vészes. Úgy, úgy, na a virág az gondoskodott róla. Ilyenből, na megvan négy. Csak tudnám, hogy ez mire jó. Azt hiszem amúgy ez is pont volt. Várjunk csak, nézzük meg az inventory-t, tehát hogy... Igen, ez is négy, és azt mondja, hogy ha jól emlékszem, akkor ezekhez a skines cuccokhoz kellett ugye rengeteg zöld gömbölcös pont, és azt hiszem egy olyan hieroglifás, vagy milyen bassz, amit most szereztünk. Azt hiszem csak arra lehet gyűjteni. Igen, ugye itt fel lehetett volna jönni. Oké, okay, az ugyanoda vezet. Oh, ja, itt akkor tudunk egy ilyet nyomni, ez nagyon jó. És akkor majd csak az a kérdés, hogy itt erre nem tudunk. Aha. Hát ezt máshonnan kell aktiválni, és akkor itt is el tudunk menni a két rész között. Gyanítom, hogy... hogy vagy kihagytam azt, vagy egyszerűen máshonnan kellett megközelíteni, vagy máshonnan kellett volna megközelíteni, mint ahogy... próbálkoztam eddig. Na mindegy, hát ezek a részek most egyelőre úgy maradnak, aztán majd állokkolom őket később. Na, szeretgetés. Nem, nem. Mondjuk nem tudom, én
Szerintem lány a karakterünk, ezek meg kisgyerekek, fiúk, de... Szóval remélem nincs buzulás. Na jó, hagyjuk ezt a témát. Nézzünk akkor így erre el. Na, itt van a Robink. Oké, várj egy picit. Hát arra le lehet menni. És ott is van egy olyan érdekesség. Bazzai, mekkora területek. Jó, kövessük a Robit. Na. Ott mutatja nekünk, hogy a páncélszekrény felé kell menni. Jó van. Ki is nyit? Hát, most, na, miért nem? Na most miért nem tudtad kinyitni? Ó, és itt van ez a valaki, aki ugye segített nekünk egy szemét ellenfélnél, akkor találkoztunk vele először. Ad nekünk egy ilyen aktiváló kulcsot, vagy mit. Hát jó. Robi az féltett tőlünk. Jó van, akkor ezt szedjük föl. Aha. Oda. Igen. Jó. Hát azért szép nagy ez a játék. Kétségtelen. És még mindig nem látjuk a végét, tehát hogy itt most mennyi hely lesz még. Na jó. Hopp, viszont úgy eltűnt, mint szürke szamára ködbe. Ezt akkor mi se tudjuk aktiválni, vagy a Robi volt béna? Hát nem, jó. Akkor... Hát ott baszódnak a fűbe kis ellenfelek. Na, itt van egy ilyen... Ponteső, nyereményeső. Aha, hogy lesztannolja az ellenfeleket a warp képességünk. Jó van. Jó, itt akkor nézzük meg lent mi van. Egyelőre nagy akus. Hát itt nem. És azt hogy lehet ott megszerezni? Ahó, engem az nagyon érdekelne. Hát... Ja, akkor kérdés marad. Itt igen. Na, ott óvatosan, nehogy lezúgjunk. Ja! Akkor... Itt csak ehhez lehet menni. Jó! Legalább ez a lenti rész is tiszta. Akkor majd ide csak akkor jövünk vissza, amikor meg lesz az a páncélszekrény nyitás. Akkor egyértelmű, hogy erre, és akkor megyünk jobbra, vagy egyenest, előbb egyenest. Itt vannak gedók. Aha. Jó, jó, nyugi. Nyírt ki a másikat? Jaj, ne, az őzikét megöltem! Aj, basszus! Ugrád az arrébe, meg fogsz halni úgy. Ez szép volt, köszi. Bum. Jó. Most üssük. Bögölj. Na, szólj meg! Azaz. Hát ezt az őzikét ott sajnálom. Aha, na ez is egy ellenfél. Leveráltuk a füvet, jó. Hol vagy? Nem látlak. Megint az őzike környékén mászkálnak azok. Meg ott van a fűbe beszartan. Jó. Jó van, na. Sikerült nem megölni. Itt mi lesz?
Hát jó, igen. Jaj! Hát ezt nem láttam. Bazd meg, hármat sebzel, te szar. Jó. Kihúzom a lábad. Még egyszer. Mondom. Na. Oké. Nyugi van. Nagyon-nagyon vigyázzunk, mert ez baromi erőset sebez. Ugye beviszünk neki. Jó, nagyon nyugi, nyugi. Aha, rábaszott, a falat ütötte. Most is. Szarügy! Ó, basz. Üsd a falat. Nem olyan hülye ez azért. Tögöljél már meg. Hát ezt nem hiszem el. Most. Azaz. Jó, hát és akkor itt le lehet menni. Jó, nézzük. Csak az nem tetszik, hogy jobbra már megint nem tudom mi van. Ó, bazd meg. Aha, viszont ez így bukó. Vagy lehetne esetleg ez? Nem. Hát ide vagy repülni kell tudni, vagy azokat a lenti tereptárgyakat felhozni. Oké. Ez akkor egyelőre így nem pálya. Na mi, nem enged vissza? De jó van. Jó, hát akkor erre majd később. Akkor itt menjünk el jobbra. Így. A relax pont. Jó, hát ez egy ilyen kis nyugis. Erdős relax. És azt mondja, hogy ugye itt lehet még jobbra menni. Itt nem, de itt fönt igen. Egy előbb vissza kell így csapatni. Így, így. Jó, ez itt mi? Ja, ez lenne ugye a páncélszekrény? Jó. Ezt üssük le, ez mindig jó. Hová lyukadunk ki? Hát őszintén, itt már járhattunk vajon? Az egy jó kérdés. Hát passz. Jó, mindegy. Bazd meg, mekkora ez a játék. De most már meddig engedsz még mindig, még mindig. Bazd meg, most hol vagyunk? Aha. Ja, ez, na ez az! Jó, jó, jó! Na végre! Ez volt az a jobb irány, ahová nem mentünk ugye el, amit kihagytam, de akkor így már világos. Jó! Okés. Akkor itt checkpoint Charlie, és... Na megint lehet jobbra menni, tököm. Meg itt fölfelé. Jó, ezt nyírjuk itt ki. Gyere. Kurva anyád. Ja igen, az a fa. Ezt kell kipusztítani, mert ezek állandóan fognak itt jönni. Szúrjál, szúrjál már. Jó, ez elfeküdt.
Jó, anyád. Dögölj meg. Azt mondja, hogy innen lehet valahogy oda feljutni. Aha. Nem, innen nem tudom leszúrni ezt. De várjunk, ha valahogy föl lehet ott menni. Ó, bazd meg, mennyi ellenfél. Ajajajajaj, de sokan vagytok. Aha. És az pajzsos ráadásul. Hát ide kéne egy atom. Jó, nyugi. Azaz, üssed. Az egyik elfekült. És már meg azt is. Ha. Azaz, még egyet üssél rajta. Úgy! Köszi! Fasz. Viszont te is megdöglesz a többiekkel együtt. Nem érdekel? Adsz majd életerőt. Dögölj meg! Óvatosan azért. Úgy. Ennyi. Jó. De ezt itt valahogy... Ne, kizárt, hogy nem. De hogy lehet oda felugrani? Mert itt vannak ilyen kis kapaszkodók, de nem engedi. Valami más kéne júzolni, vagy mi a fasz? Szóval nem tudom szétütni. Na hát nem tudom. Na jó, hát mindegy. Akkor az úgy marad. És ott volt egy ajándék. Ezért érdekelt volna. Új, de nagyon le tudunk itt menni. Jaj, ne! Ez pont ez a szar! Te egy undorító egy ellenfél vagy, basszájba. Ne, 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 ne! Esd le! Úgy-úgy nagyon jó! Nagyon jól tetted, hogy leestél. Fasz. Jól van. Hát igen, ezt akkor kell majd aktiválni. És itt kell a powert hozni. Jó. Na most az a kérdés, hogy... Hát innen így nem, akkor itt le. Persze el tudunk menni jobb és bal oldalt. Nem csodálkozom. Ezeknek van itt értelme, hogy szétütöm? Itt nincs valami ajándék. Aha! Jó van! A játékos, aki mindent felfedez, az azért előbb-utóbb kap valami ajándékot. Szuper, na megvan a három ilyen manacsík. Ezért megérte. Itt viszont óvatosan. Jó, nyugi. Itt le lehet menni, de minek? És megint hová jutunk? Na jó. Nézzük. Van egy ellenfél, ez biztos. Ráadásul egy pajzsos. Úgyhogy annak le kell verni a pajzsát. Jó van, dühön ki magad. Oké. Na. Jó, ez megdöglött. Itt is van valami ajándék. Nem, itt csak el lehet menni erre. Ó, a tökömet már, hát de... Ennyi felé.
Megint kezdem elveszíteni a fonalat. Ja, hogy... Na, ez nagyon jó. Szuper, ebben már van 5. Akkor itt csak ennyi volt. Jó. Jó, hát akkor nézzük meg arra, hogy mi van. Így. Lene... Ó, bazd meg. Lenes! Oda át. Jó. Élet! Na! Lesz 8. Szuper. És akkor erre még valamit lehet? Vagy ez csak shortcut visszafelé? Na, nyugi, óvatosan. Így. Igen, ez csak shortcut visszafelé. Nagyon jó. Akkor itt jobbra nézzük meg, hogy mi van. Mert arra úgy nem sok. Itt van egy szemét ellenfél. Két szemét ellenfél. Jó. De hát most nem úgy volt, hogy a falba ütöttél? Oké. Ez kevésbé bírja, mint ez a másik. Itt van egy kard elem, bazd meg, ezt most elkúrtam, mert megörültem ennek a kard elemnek. Jó, jöjjön ki magad, úgy. Hallja már meg. Most balba. Na. Éppen ettől féltem, te szemét. Te utolsó rohadék. Na most hová tesz ki minket a gém? Ó, bazd meg, hát ez nem a legjobb. Pont ettől féltem, hogy ez a szemét pont úgy fog megütni minket, hogy egyszer falba üt, és akkor amikor már rá akarunk charge-olni, akkor már nem a falba üt. Hogy is volt? Azt mondja, hogy jó. Hát itt azt hiszem erre. Itt volt le. Nem arra, hanem itt mászkáltunk. Így, igen. Így, itt akkor ezeken a dolgokon, itt ezt le lehet esni, és akkor így. Jó van, nem olyan vészes. Na gyere te szemét. Te utolsó szar. Igen, és akkor most fogja eljátszani azt, megint ugyanezt próbálja eljátszani a szam... Ezt nem hiszem elhallod. Dögöljél már meg! Úgy. Na. Akkor megvan a kardunknak a harmadik része. Elvileg. Azaz. Jó. Na akkor a kardot már tudjuk fejleszteni. És akkor igazából itt ennyit tudtunk csinálni. Tehát egy olyan hieroglifás pont, egy élet, vagy hát fél életpont, meg egy kard darab. Tehát itt más nem volt lent. Úgyhogy ez például egy tipikusan olyan rész, amit ugye nem kéne amúgy bejárni a végjátszás szempontjából. De érdemes, hogyha az ember mindent fel akar fedezni, illetve fejlődni. Ugye hát az nem árt. És gyanítom, hogy egy pár ilyen helyet azért vagy kihagytam már, vagy vissza lehet majd mászni, mert ugye bármikor visszamehetünk bármelyik területre. Szúrjál már! Centúrió, mi? Na, szúj! Úgy. Azaz.
Elfeküdt, jó, akkor a, igazából a dobálót kéne előbb kinyírni, hol van ez a szemét, itt van. Itt az ennyi volt. És akkor itt fent, meg ezt a másik pajzsosat. Na, ez az! Hát gondoltam én, hogy a pajzsát le lehet ütni, csak sose sikerült. Egyszerűen addig jut, eljutni vele. Na, így. Oké. Itt erre. Hát erre megint van egy csomó minden. Kis kvákogó. Itt kéne a power. Oké. Erre fölfelé. Meg vannak ezek a nagyon furcsa dolgok. Hát ezekre aztán végképp nem tudok állatot se kitalálni, hogy ez mi. Mókus. Repülő. Lehet, repülő mókus. Jó, hát itt akkor nincsen más. Biztos ez? Ennyi. Akkor mi értelme volt ide feljönni? Hát hogyha még ajándékot se kaptunk, vagy semmit. Na jó, mindegy. Így jártunk akkor. És itt mi van? Aha, jó, ezt tudjuk aktiválni. Megint akkor terraformálunk egyet. Egy pillanat. Még előbb itt jobb oldalt. Nincs semmi. Jó. Akkor tessék. Nézzük, hogy mit sikerült alkotni, vagy sikerül. Na, nem olyan közel a sziklához. Azt, az meg mi ott? Iha. Hát ez is egy jó nagy terület. És mi most a víz? Ajaj, most a víz alatt kell úszkálni. Nem áll. Hát ott vannak nagy halak. Ez is komoly. Jó, itt a teleport. Ide kell power, ez látszik. És akkor itt... Ne, ne már! Sirályszerűség. Ez most komoly, hogy itt kell úszkálni a vízbe ezekkel a szarokkal? Hüha, hát ez egy óriás piranya. Nagyon nem szimpatikus. Hát jó, oké srácok, hát innen fogom majd akkor legközelebb folytatni. Hát nem tudom, remélem nem leszek hal eledel. Hogyha tetszett ez a végigjátszás és a videó, akkor megköszönjük a lájkot, hogyha nyomtok. Illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha eddig nem tettétek volna meg. Én pedig innen folytatom majd a hobot. Na de addig is, szevasztok!